A kultúrszobát látják, köszöntöm nézőinket! Megyetörténeti szempontból fontos kutatást végeztek a Vosinszky-Mor megyei múzeum régészei kis székelyen. Egy olyan templom helyén történtek ásatások, mely egyedi módon 600 évig állt. Az Árpád-kori templom túlélte a török dúlást, és köveit nagy gonddal hordták el a hívek valószínűleg az új templom építését követően a parókia épületéhez. A helyi kulturális egyesület úgy döntött, méltó emlékhelyet hoznak létre településük egykori temploma számára. Kiszékelyben 1823-ig állt egy templom, melynek építését a régészeti kutatások az Árpád-korra teszik. Ez az építmény azon kevesek egyike, melyet a török dúlás megkímélt és lábon átélte az Oszmán Birodalom magyarországi terjeszkedését. A K-német tanítás régész vezette kutatás kiderítette, hogy a templom az Árpád-kor végén a 13. században épült, és a kutatók Zsigmond korabeliről Mária Terézia koráig találtak érméket, a templom körüli temetőben pedig 3. Béla korabeli, valamint a 13. század második feléből származó leletanyag került elő. Ezt a templomot, amit feltártunk, ezt az újkorig használták, 1823-ig állt. Akkor épült fel a falumai temploma, és ekkor vált gazdátlanná ez a régi templom, ami akkor már 600 éve állt. Ez viszonylag ritka dolog azért a magyarországi középkoros régészetben vagy templomkutatásban, hogy egy ilyen újkorig használt templomot tárhatunk fel, tehát tulajdonképpen olyan korszakokat, periódusokat is kutattunk most itt régészetileg, amelyeket úgymond régészetileg a törvény nem véd, vagy nem tekint régészeti emléknek, hiszen 1711-ig határozza meg a régészeti leletek körét vagy korát. És ennek megfelelően a templom körül talált leletek között is számos olyan van, amely erre a 18-19. Századra kelteszhető, amelyeket szintén viszonylag ritkán érint a régészeti kutatás, hiszen ezek inkább az újkor történet és a néprajz gyűjtési területébe tartoznak már, és ebbe az esetben ugye a régészeti módszerrel kerültek elő. A kisszékely templomot írott forrás először az 1330-as években említi, ez az úgynevezett pápai tizedjegyzék, tehát ez arra bizonyíték, hogy ekkor már biztosan állt. A feltárások alapján, tehát a templom mérete, szerkezete, szentélyzáródása alapján azt lehet mondani, hogy a 13. században már megépülhetett, tehát egy 50-100 évvel korábban, mint ahogy az írott források keltezik. És az érdekesség az, hogy a 18. század elején még romosként említik egyházlátogatási jegyzőkönyvek, 1722-ben és 33-ban írják, hogy nincs meg a teteje, hogy az északi fala részbe leomlott, de még állt, és az pedig a falu história domuszából, tehát az úgynevezett plébánia történetből tudjuk, amit a helyi plébánosok vezettek, hogy 1741-ben ezt a törökkort átvészelt, de romos állapotban lévő templomot kijavították és kibővítették. 1741-ben kibővítették, és ennek is megtaláltuk a régészeti nyomait. A kisméretű, 12 méter hosszú Árpád-kori templomhoz ekkor hozzáépítettek a nyugati oldalon egy kb. 5 méter hosszúságú, U-alakú toldást, bővítést. És ezt a templomot használták 1823-ig, amikor gazdátlanná vált. Kiszékely érdekessége az is, hogy a törökkor elején a magyar katolikus lakosság nem menekült el a településről. Megélték a török kiűzését is, így nem kellett átélniük a betelepítést sem. Még arról is van adat, szintén a 18. század elején, hogy a török korban, tehát a 17. században a falu lakosai a templomot újra fették töltyfa zsindellyel. Tehát ez is bizonyíték arra, hogy ők ott éltek, és még használták is a templomot. Tehát sok más középkori falu templomával ellentétben volt körülötte lakosság, és volt, aki karban tartotta a török korban is. Tehát ezért lehetett az, hogy a 18. század elején is bár romos volt, de ragaszkodtak hozzá, és újra használatba vették. Hogy az öreg templomban mégse szolgálja a lakókat, praktikus okokra vezethető vissza.
1823-ra elkészült az új templom a falu belső területén, és a hívek már nem látogatták az addigra a település határán kívül eső öreg kegyhelyet. A falu birtokos családja, Stirum-Limburg család, akik Simon tornyának és környékének voltak birtokosai a 18. században. 1798-ban végrendeletileg tettek egy adományt, miszerint a kisszékely birtokukon épüljön új plébánia templom, tehát tulajdonképpen a falu birtokos családja és egyben a templom kegyura finanszírozta egy új templom építését. Nyilván ez jól jött a kisszékelyeknek, hiszen a most feltárt templom ebbe a korban már kicsinek is bizonyulhatott, hiszen a lakosság száma az dinamikusan növekedett. Nyilván műszakilag sem volt igazából 600 éves templom könnyen karbantartható, és volt egy praktikus oka is, hogy az újkori falu az a középkori településtől egy kicsit távolabb települt újra, tehát tulajdonképpen misére menet át kellett menni egy patakon és egy réten, tehát kicsit kiesett a templom az újkori település szerkezetéből. Valószínűleg valamilyen egyházi célra szisztematikusan elbontották a maradványait, ezt régészetileg szépen meg lehetett figyelni, hiszen az alapozási árkokból is kitermelték az építőanyagot, a téglát, tehát szépen szabályosan elhordták. Ez nem jelenti azt, hogy nem találtunk alapfalakat, sőt még a középkori felmenő fal néhány sorát is megtaláltuk a nyugati és a déli fal csatlakozásánál, de az alapozás nagy részét az csak a törmelékkel visszatöltött alapárok rajzoltak ki. Az ásatás a helyi kulturális egyesület kérésére indult, akik értő módon vigyázzák meg a templom helyét és körülötte a korábbi plébánosok sírjait. A tervek szerint zarándok helyet alakítanak majd ki az öreg templom helyén, jelezve annak fontosságát kisszékely történetében. Színes egyéniség állt színpadra augusztus 20-án Szekszárdon. Geszti Péter a zene és a reklámipar meghatározó személyiségévé vált az elmúlt évtizedek alatt. Dalaival és színházi munkáival nemzedékek számára nyújtott már eddig is maradandót. Repülők, jazz magazin, dzsungelkönyve, magyar vágta. Csak néhány azokból a produkciókból, mely a magyar kulturális élet egyik legsikeresebb, de feltétlenül egyik legkreatívabb személyiségéhez, Geszti Péterhez kötődik. A Jazz Megat formáció sikere csúcsán fejezte be működését. Geszti azt mondja, volt még benne bőven tartalék, de abba kellett hagyni. Csak annyit fejeztünk ki ezzel, hogy ezt a formációt most igazából, azt kell mondjam, utólag bevallva, vagy inkább emberi okokból kellett becsukni. Megfeszültek köztünk a viszonyok, és nekem a Dés Lacival a barátság többet ért annál, mint sem, hogy ebből feszkó legyen egy zenekar miatt. Amit később az időben is igazolt, hiszen annyi mindent írtunk még ugye közösen, amik szépen sikere, és mentek legutóbb mondjuk a Pál utcai fiúkat. És az, hogy most újra előjön majd a jazz, meg az, maradjunk abban, hogy ez inkább egy ritka... Ez egy ritka, hogy is mondjam csak, tudományos fantasztikum lesz két órán keresztül, mert hogy az időt egy picit megállítjuk, de közben fel is frissítjük, nyilván más dolgokat is fogunk játszani majd a jazz meg azzal. Kiraktam abbagy hol, egy réges régi este, a jöttök csendes volt, ezen az ég testen mondt ezután. A jazz meg az nyugodtan mehetett volna tovább egyébként. Tehát zeneileg, szerzői kapacitásában, zenészi minőségében, az énekesnők nagyszerűségében mindenek megfelelt. A Boldogult Somló Tomi mondta nekünk a búcsú koncertünk után, amit a kis stadionban tartottunk, hogy fú, srácok, bejött a zöldözőbe, és ott mondta azt, hogy kár, hogy abba adjátok, mert úgy dőlt le a zene a színpadról, mint a Loksi az LGT csúcskorában, és azt mondja, hogy fantasztikusan jó volt. És akkor ez úgy meg is ütötte egy picit, utólag kicsit elgondolkodtam, hogy lehet, hogy jobban ki kellett volna tartani emellett, a dolog mellett. Így alakult, ne siránkozzunk. Számos közéleti kampány született a keze alatt, manapság a kor egyik legjelentősebb problémájával, a klímakatasztrófa ügyével foglalkozik. Ezt abszolút saját meggyőződésből csinálom. Tehát készítek rengeteg reklámot, azok kampányfeladatok különböző for profit cégeknek, de ez egy saját ügy. Olyannyira az, hogy írtam egy Noé című dalt is, amit csak azért nem hoztunk ki idén, mert megvárjuk, amíg a Jazz meg az projekt lefut januárban.
Megmondom őszintén, hogy most már ugye naponta olvas az ember olyan cikkeket, amelyek ijesztőek, és még az ijesztőbbnél is ijesztőbbek. És főleg mióta apa vagyok, azóta mindig azon gondolkodom, hogy még az én életem az hagyján, de hogy a lányaim a gyermekeim élete során ezek az időjárási változások, a klímaprobléma, az ebből fakadó összes őrület, amit már még el sem tudunk képzelni, az nagyon ijesztő szerintem. És legalább a saját kis köreimben meg kell próbálnom ebbe egy picit jobban beleállni, és arról beszélni, mint ismert ember, szerintem az ismert embereknek felelősségük van, ami engem foglalkoztat. Sok minden más is foglalkoztat a közélettel kapcsolatban, de fogalmazunk úgy, hogy abban most nem praktikus beleállni. De a környezetvédelem és a klímaügy az egy olyan ügy, amiről sokkal többet kéne beszélni. Hát csak azt hiszem, hogy múlt héten a Visztulában nem volt víz, előtte a Loárban nem volt víz. Magyarországon 2 hónapon, 3 hónapon keresztül aszály volt, ugye nem is nyáron, hanem előtte, ma is extra meleg van Magyarországon. Tehát, hogy itt azért itt nincs miről vitatkozni. Nincs miről vitatkozni. Azon kell dolgozni, hogy hogyan lehet úgy visszamelegedést kialakítani, víztárolókat építeni, újfajta módszereket kitalálni, valószínűleg a mezőgazdaságnak, az életünknek át kéne változtatni az életről, a fogyasztásról alkotott gondolatainkkal, társadalmi értelemben is valószínűleg, ami hát persze rengeteg traumával járhat, és fog is járni, de azt hiszem, homokba dugni a fejünket, mint a struc, azt nem érdemes. És akinek szerintem gyereke van, annak a jövő az egy kézzelfogható valóság. Akinek nincs, vagy aki még nem jutott oda, hogy gyermeke van, az nyilván csak a saját életét féltheti, ha egyáltalán gondolkodik erről a problémáról. Hogy ugye szembesülünk, na de rendesül, aki ma rendes, de lelkesül, hogy esetünkről is értesül, és velünk örül vendéges. Ott kerül, ma még az űre, az ügybe az űr kerül, majd megfejtjük, belemerülve újra, akitről úgy van, ahogy az volt. No, alkotó ember, vagy mint civil, azt mondjam, amit gondolok, és itt semmilyen pártpolitikai jelentés nincs, és nem is akar lenni. Vannak olyan globális problémák, amelyekre válaszokat kell adni, még egy ilyen pici országnak is, és egyedül nem fog menni, abban is biztos vagyok. És ugyanakkor azt gondolom, hogy aki kedvel, és aki követi a dolgaimat, az velem egyfajta dialógusba léphet akár a közösségi oldalamon keresztül. Aki meg nem, a szokás szerint csak az anyázásra képes, az meg, bocsánat, az én szempontból teljesen érdektelen, hogy beszélgessen azokkal, akiket ő kedvel. Szerintem pont az ilyen indulati faktorokat kell kikapcsolni a gondolkodásból, mert ilyen értelemben soha nem fogunk tudni se kezet rázni, se pedig beszélgetni egymással. Úgyhogy szerintem, nem tudom, számomra nem az a kérdés, hogy én a személyem által mennyire vagyok megosztó ebben az ügyben, hanem az ügy a fontos. És én azt tudom tenni, hogy én teszek róla állításokat, aki ezzel egyetért, és akar erről beszélgetni, beszélgessünk, aki meg nem, az hát sem másról. Magyarország most már jó régóta harci lázban ég, és tulajdonképpen saját magával harcol. És ez a kultúra területére ugyanúgy igaz, mint szinte bármi másra. És azt gondolom, hogy ebben nagyon sokan elfáradtak már ebben a harcban, és ha őszinte akarok lenni, szerintem semmi értelme nincsen. Azt hozzá kell tennem, hogy ugyanakkor a véleményekkel meg úgy vagyok, hogy ugye vélemény sokféle van, akár csak a pofonok is, úgyhogy ilyesmiről nem nagyon érdemes vitatkozni. Kultúrharc. Én csak azt láttam, hogy egy nagyon tudatos politika folyik, ami minden értelemben se szeret magának tereket kialakítani, és ezt nagy offenzivitással teszi. És azok, akik ezekben a terekben nem akarnak tartozni, azoknak ez nyilvánvalóan fájdalmas. A
közönség számára Geszti és a repülők vagy a Jazz Megaz számai ma is könnyen emészthetőek. Kortalan dalok, melyet kortalanul fogad be mindenki, akit megérint. Egy szó, egy jó szó, keresi a másikat. Tudod, a hiányod ugyanúgy átíthat. Veled el úgy bántam, ahogy egy kis gyerek. Szeretem, 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 szeretem. Én csak szúrtam, mint a jég, csak a hegye szétcsapod. Minden édes pillanatot, amit az az év adott, ahogy áldam, hogy fájhatod. A torkomban a hang túl sok, már tudom a nyelvemen a szó túl sok. Az imádat önmagam iránt. A Band of Streets zenekar bárhol fellép az országban, vidámság veszi körül őket. Az elmúlt években szerte az országban nagy népszerűségre tettek szert. A 10. Tolnai Bárka Fesztivál közönségét is jól megmozgatták. A fiúk egy kicsit otthon is érezhették magukat, hiszen a zenekar oszlopos tagja, a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar vezetője Tari Gerge is. Az utcán vonuló zenekarok kultúrája Amerikában tekint vissza nagy hagyományokra. New Orleansban, ahol mindig szól a zene, és arra a repteret is Louis Armstrongban nevezték el, a Bourbon Street környékén, bárokból, éttermekből és az utcán is lépten nyomon zenekarokba botlik a járókelő. Ezt a hangulatot akarta meghondosítani itthon a Band of Streets. A zenekar 2011 óta létezik, és követi azt a célt, hogy a rezes utcai muzsikálás eljusson az emberek szívéhez. Elég sűrű a nyár szerencsére, nagyon sok helyen játszunk, úgyhogy nem panaszkodunk egyáltalán. Most már mondhatom azt, hogy majdnem minden megyében talált egy hasonló jellegű zenekar, tehát ezek a pressbandek egyre inkább előfordulnak most már az országban. Hát örülünk neki, hogy valahol ezt mi kezdtük el Magyarországon, és most már tényleg látni, hogy van valami eredmény a dolognak. Műfajt nem teremtettünk, az túlzás lenne állítani, de elhoztunk valami olyat, amit az emberek korra való tekintet nélkül szívesen fogadnak, mondja Gergő, aki egyébként a helyi fúvózenekarral is a sokszínűségre törekszik. És valami hasonlót él meg az ember, a bandet hallgatva. Láthatóan a közönség együtt lélegzik a zenekarral, és nem nagyon kell nógatni őket egy kis önfeled bulizásra. Nem mi találtuk ki ezt a műfajt, hanem ez New Orleansból ered. Ott gyakorlatilag évtizedek óta ennek nagy hagyománya van, hogy ilyen rezes bandák föllemászkálnak az utcán, és nagyon jó hangulatot csinálnak. Mi ezt próbáltuk egy kicsit a saját ízünk szerint így, hogy mondjam, tehát hogy belerakni egy olyan stílusba, ami mint akár a retro diszkót, vagy a mostani slágereket is felöleli. Mi a népszerűség titka? Hát ez egy jó kérdés, még mi se jöttünk rá, de úgy néz ki, hogy az embereknek tetszik, amit csinálunk, és ez a legfontosabb. A szakmaiság mellett nagyon fontos, hogy milyen hangulatot tudunk teremteni a zenénkkel. Tehát, hogy a kettő dolog nem működik egymás nélkül. Tehát, hogyha valaki szakmailag nem jó, de jó hangulatot csinál, akkor is van, aki húzza a száját. Megfordítva is ugyanez igaz, szerintem itt mindennek passzolnia kell, és akkor tökéletes a produkció. Kitaposott az út egyáltalán. Most például tervben van egy pilzeni fesztivál, ahova elvileg megyünk, majd októberben. Most az egy ilyen nagyobb cél, de egyébként csinálunk most CD felvételeket, videó felvételek fognak készülni, úgyhogy meg egy kicsit, hogy mondjam, elmentünk a színpadiasság felé, tehát most már vannak olyan színpadi produkcióink, ugye eddig mindig csak az emberek között zenéltünk, és most próbálunk egy kicsit így a szintetizátorral, meg basszusgitárral kooperálni, és akkor még színesebb lesz így a műsor. Teljesen másképp működik egyébként az emberek között, más energiája van egy ilyen produkciónak, de úgy vettük észre, hogy ez is szimpatikus az embereknek. Nyilván egy picit más, mint az eddigiek, de
megpróbálok nyitni efele is. Éves jubileumát ünnepli az Aliszka Amatőr Art művészeti baráti kör. Ez alkalomból kiállítás nyílt a Babits Mihály Kulturális Központban, Legyen a művészet mindenkié címmel. A kiállított 100 alkotás között olaj, akvarel, festmények, fafaragások, bőrmunkák, sőt még egy röntgenlapra gravírozott aktot is fel lehetett fedezni. A baráti kör célja nem más, mint összefogni a Tolna megyei művészetkedvelőket. Tíz éve már, hogy egy társaság időközönként összeül alkotni. Ők az Aliszka Amatőr Art művészeti baráti kör tagjai. Sokan közülük azért kezdtek el rajzolni, festeni, mert ez jelentette számukra az akkori élethelyzetükből a kiutat. Ez adott választ kérdéseikre, ezzel éltek túl betegségeket, vesztességeket. Nagyon-nagyon gazdag kiállítás. Én nagyon meglepődtem, mert most egy fél éve körülbelül nem is voltam nagyon itt a csapatban, mert nem voltam itthon. Nagyon gazdag a kiállítás, 3-4-en festünk, és nagyon szépek ugye a faragások, a fafaragások. Hát én körülbelül 20 éve festek. Milyen néven? P. Júlka néven, és hát volt egy betegségem, és én akkor kezdtem el festeni. És ezt nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, hogy akinek ilyen, bármilyen problémája van, tehát így mondom, hogy bármilyen problémája van, az mindenféleképpen nyúljon valami segédeszközhöz. Most így mondom, hogy ez én a festészethez, tehát ugye van, aki verset ír, valaki mással, de nagyon érdemes akkor úgy belemerülni, mert nekem nagyon-nagyon-nagyon sokat segített. A Lacit én már rége óta ismerem, még akkor ezt még nem alapítottuk így meg, de hát akkor mondtam neki, én vetettem föl, hogy na akkor most csináljunk valamit. Uh-huh. Mert hát már elég sokan akkor összejöttünk, és úgy gondoltam, hogy azért csapatban együtt jobb, hangulatosabb, könnyebb, és akkor így alakultunk. Indultunk, hogy egy kis csapat, aki szeretett együtt rajzolni, együtt festegetni, összeálltunk, és aztán egy egyesületet alkottunk. Sajnos ez azért 10 év alatt változott, hiszen a Duna túlsó oldaláról is voltak alkotóink, meg nagyon messze. Ez az évek alatt azért egy kicsit lemorzsolódott. Viszont nagy öröm számunkra, hogy nagyon sok ifjú itteni, szekszárdi vagy Tolna megyei alkotót felfedeztünk. Úgyhogy azoknak a gyerekeknek, fiatal tehetségeknek a munkái láthatók itt ezen a kiállításon is. A baráti kör állandó tagjainak száma 12, és már nem csak rajzolnak, festenek, szavalnak, hanem sokan közülük időközönként dalra fakadnak. A Zombai Félfikar ezen a jubileumi kiállításon ízelítőt is adott repertoárjukból. A végig megyek a kis Zombai utcán, kacagnak a lányok. Azt kacagják, hogy én mindig csak egyedül járok. Szeretjük a három művészeti ágat, a zenét, a képzőművészetet és az irodalmat. Bárhol megjelenünk, ez a három művészeti ág összekapcsolódik. És úgy döntöttünk, hogy egy zenei részleget is létrehozunk, és az a kis csapat, ők külön vannak ugyan, de hozzánk kapcsolódva még legalább 10. Körülbelül 100 alkotás van, nem a 10 év munkáit, hiszen a 10 év alatt se száma nem volt a kiállításunknak, úgyhogy ugyanazt az anyagot nem hoztuk megint, újak vannak, többnyire, 90%-a új,
és technikailag olaj, akvarel, akril, üvegfesték, üvegfestés, aztán részdomborítás, márványgravírozás, fa munkálatok, sőt újabban olyan alkotónk is van, aki rézzel foglalkozik, vassal és bőrrel. Csodálatos alkotások. Ő fegyverkovács egyébként. Másképp, más módon csináljuk a kiállításokat, mint a többi képzőművészeti egyesület, mert mi nagy műsorokkal szeretjük. Sokat járunk falura, Tolna megyébe, sőt azon kívül is, és szeretjük, ha sokan vannak, az embereket megfogni faluházakba, közösségekbe, nagy műsorokkal készülünk. Énekkel, zenével, verssel, prózával, hangszerekkel, éppen csak tánccal, nem? De az is sokszor kialakul a végére. Akár egy röntgenlapot is fel tud használni az ember, ha alkotni szeretne, vallja Rotkai Zsuzsanna. 15 évig csak üvegfestéssel foglalkoztam. Most egy kicsit eltávolodtam, és a márványgravírozás és a részdomborítás, vagy pedig még a röntgen papírra való karcolás. Ezek hát ez honnan jött? Hát sikerült, ajándékba kaptam fekete kartonokat, amit már most a röntgennél nem használnak, hiszen digitális módon vannak a felvételek, és hozzájutottam ezekhez a röntgen papírokhoz, és nagyon érdekes dolgokat ki lehet hozni belőlük karcolással. Gyakorlatilag arra vagyunk legbüszkébbek, hogy túléltük ezt az elmúlt 10 évet, és azért elég nagy népszerűségek sikerült az utolsó időszakban is megtartani. Ezt annak köszönhetjük, hogy a megyén belül, én azt mondom, nyitott szemmel járunk, és meglátjuk a tehetségeket, akiket gyakorlatilag nem is tudják, hogy ezekkel a szakmákkal foglalkoznak. És mivel... Hogyan lelnek rájuk? Hát például mivel több lábon állunk, ahogy ez divatos mondás, a sporton, a művészeten, a kultúrán keresztül sok-sok versenyeken, sok-sok rendezvényen megfordulunk. Egy énekes, aki hímez, fest, van egy szinte torta szobrászunk, aki festőnő és egy remek műve készített Vitézi címeres tortával lepi meg a csapatot mára. Sok oldalnak az embereink. Tehát egyszer jók a sportba, jók a kultúra is részen, és valahogy vonzuk a jó embereket, akik szeretik ezeket az életvidám dolgokat. Nagyon sokan, mi szeretjük a magyarság tudat erősítését erősíteni a festményeinken, a dolgainkban, és ezek a népi mesterségek, a fegyverkovács, a bőrműves, ezek például egy IASZ barátunknak a remek művei. Mi lesz a következő 10 év feladata? Talpon maradni, leginkább is az, hogy talpon maradni, és fejleszteni. Én azt gondolom azt, hogy mi próbáljuk ötvözni a művészeti ágakat. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!